Megállunk a Nagykátai vasútállomáson. Az utazók elmondása szerint mindennaposak a rongálások, az utasok nyugalmának a megzavarása és a mindennapos bicikli lopások is. A becsületes, dolgozó magyar állampolgár rendszeresen ki van téve zaklatásoknak, ráadásul azokat, akik kerékpárral jönnek a vonathoz, nagy valószínűség szerint jelentős anyagi kár is ér. A sértettek elmondása alapján a bűnösök rendszerint megússzák. A legutóbbi jelentések arról szólnak, hogy már gépkocsikat törnek fel, rabolnak ki, kiszerelik az akkumulátort, visznek, amit csak lehet. Az ország egyik állatorvosi lova a Nagykátai vasútállomás, ahol most vagyunk, és ahova érkeztem az Országgyűlés Rendészeti Bizottságának tagjaként. Barta Barna, Pest vármegyei közgyűlési frakcióvezetőnk, a Mi Hazánk Mozgalom vármegyei elnökének meghívására. Miután elképesztő mennyiségben lopják itt rendszeresen a bicikliket, a rendőrség pedig nem tesz semmit, pedig már sokszor letelt ez a bizonyos két hét, és hiába kezdeményeztük például térfigyelő kamerák kihelyezését, köztudomásul, hogy az egy is, ami talán 10 éve helyeztek ki, talán csak 2 hétig üzemelt, és ezt tudják azok a drogosok is, akik jellemzően itt a Tápió vidéken emiatt nyúlnak ilyen bűncselekményekhez, illetve hát lehet, hogy csak szabálysértésekhez, mert ugye a bűncselekmények számát egy nagyon rafinált manőverrel csökkentette valóban a kormányzat 2010 óta, amikor azt ígérték, hogy 2 hét alatt rendet tesznek, na de hát ezt úgy tették meg, hogy a szabálysértési értékhatárt növelték 50 000 forintra, így egy 50 000 forint alatti bicikli ellopása ma már nem is számít bűncselekménynek, pedig azt gondolom, hogy indokolt volna ezekkel is szembenézni, indokolt volna rendet tenni, és mi ezért teszünk. Elképesztő az is, hogy itt a vasútállomás sem merik már sokan igénybe venni a különböző más típusú zaklatások, közbiztonsági bűncselekmények miatt, és ezért nem vállalnak már esti, vagy akár délutáni műszakot sem, hiszen sötétedés után már nem tanácsos például ide a Nagykátai vasútállomásra sem érkezni, hát nem hogy biciklivel, de tulajdonképpen gyalog sem. Ami pedig az utak állapotát illeti, én most gépkocsival érkeztem, és hát sajnálattal tapasztaltam, hogy a Tápió vidék legendásan szörnyű útállapota az változatlan, továbbra is mondjuk Heves és Nógrád vármegyével vetekszik, azt gondolom továbbra is dobogós a szégyenlistán, hogy ilyen utak még lehetnek Magyarországon, tehát hogy se tömegközlekedéssel, legalábbis vasúttal nem tanácsos közlekedni, és itt különösen nem tanácsos biciklivel érkezni. Érdekes, hogy itt a helyi szervezetünk Facebook felhívására, csak egy kis mini közvéleménykutatásként, rögtön 14-en jelentkeztek, hogy nekik már lopták el bicikliüket. Volt olyan jelentkező, aki azt mondta, hogy neki önmagában 2 is. És mégis a 14 jelentkező közül egyetlen egy volt, aki azt tudta jelenteni, hogy a rendőrség megtalálta a bicikliét. És ugyanezt látjuk tulajdonképpen a kábítószer fogyasztókkal, terjesztőkkel szemben is, ami egy kicsit abszurd, hogyha már egy kisiskolás is meg tudja találni a kábítószer terjesztőket, akkor a rendőrség miért nem? Ezért várjuk, hogy tegyen végre rendet a rendőrség, mert letelt már az a bizonyos 2 hét. Nagykátához hasonlóan Tápiószelén is elszaporodtak a biciklilopások. Nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy a rendőrök nem érnek ki időben, vagy pedig egyáltalán nem. Egy közmeghallgatás volt, ahol elmondták, hogy kis létszámmal dolgoznak, nem tudnak mindig mindenhova időben kérni, mert egy fontossági sorrendet tartanak be. Kérdésünk, hogy mikor és hogyan tudnak javítani ezen a helyzeten, hogy elég létszámmal dolgozzanak, hogy nem ígyük meg a levét annak, hogy a közbiztonságot nem tudják rendesen fenntartani.